Egy október végi nap reggelén, nem sokkal azelőtt, hogy az irgalmatlanul hosszú őszi esők első cseppjei lehullottak a szikes, repedezett földre a telep nyugati oldalán, hogy aztán a bűzlő sártenger egészen az első fagyokig járhatatlanná tegye a dűlőutakat, és megközelíthetetlenné váljon a város is, Futaki arra ébredt, hogy harangszót hall. Legközelebb 8 kilométerre délnyugatra a régi Hochmeis dűlőben állt egy magányos kápolna, de ott nemhogy harang nem volt, még a torony is ledőlt a háború idején. A város meg túl messze volt ahhoz, hogy onnan idáig bármi is elhaladszon. Mi van? Semmi, aludj. Felveszem a részemet, és még ma este indulok. De legkésőbb holnap. Holnap reggel. Na gyere! Két óra kétféle időt jelez. Persze mind a kettőt pontatlanul. Milyenki túlságosan késik. Az meg ott, mintha nem is az időt, hanem a kiszolgáltatottság örökké valóságát jelezni. Ahhoz nekünk meg annyi közünk van, mint Gajnak az esőhöz. Tehetetlenek vagyunk vele szemben. Gaj és eső. Nagyköltő vagy én mondom, barátom. Szerinted van itt büfé? Nem hiszem. Maguk mire várnak? Idézést kaptunk. Mutassa. Nem tudnak olvasni? Hát hanyadik emelet ez? Második. Akkor tessék velem jön. Adj ide a pénzt. Látod? Csomóval fölfelé. Biztos, hogy nénak múlva kéne a pénz van? Hát persze. De csak akkor, ha kész és minden nap rendesen locsolod.
Ja. Érzékelni fognak a többiek? Hát persze. Aznap a tiszta szobában alszom. Ott. Ne szállsz meg, vigy haza. Jöjjönök le. Maga cigány? Nem. Petrina vagyok. Petrina. Miféle név ez? Román. Ismerte az anyját? Nem én. Ügyem János. Itt. Mind attól függ, hogy milyen az én kedvem. Azt szeretném kérdezni, hogy miután szabadultak, mi nem foglalkoztak azzal az egyszerű és kézenfekvő kérdéssel, hogy munkát keresem. Nyilván kevés volt az idő, de meg lehetett volna próbálni, hiszen önök megfigyelés alatt álltak. És az nyilvánvaló volt, hogy egy eszük ágába se jutott, hogy a munka közelébe férkőzzenek. Szerzős úr, maga ismer minket. Nem elég jól. De valóban az egész jövőt. Hát hiszen a fiatal ember. Az egész jövőt. Én se vagyok szerelmes a saját munkámban. De ön valóban az egész jövőt. Munka nélkül képzeli el. Hát itt vannak a papírok, nézze. Például az itt áll, hogy egyszerűen semmire nem tartja a munka értékét. Se azokat, akik megdolgoznak érte. Ez szép beszéd. Na de egyszer elszállnak az évek. Van felesége, gyerekei. Arra számít, hogy majd a kisfia tartja el, vagy hogy lesz ez? Mikor majd eltörik a lába, a gerince, meg szóval koponya sérülések, szóval komolyabb dolgokra gondolok, amikor nem tud már saját maga segíteni magát. Félreért minket, mi éppen ugye a törvény oldalán, mint maga. És tudjuk, hogy mi a törvény, és ideig nem hágtuk át, akármit is gondolunk. Futta ki. Úgy látszik, hogy fél valamitől. Hát a papírok szerint másra csináltak, csak áthágták. Nem. Méghozzá tiszteletre méltó buzgalommal. Kora hajnalban. Ez csak a látszat. Riadtan nézett ki az ablakon. És mi lenne a látszattal szemben a valóság? A törvénytisztelés. És azt miért pont most kezdik el tisztelni a törvényt? Nem most kezdik el tisztelni. Már kora ifjúságtól fogva tisztelték a törvényt? Pontosan. Nekem már a nagyapám is törvénytisztelő volt. Az a nagyapja, de nem maga. Futta ki. Ne a nagyapjáról beszéljen, hanem magáról. Nagyon fél a halál. Majd egy százados úr,
mi hű polgári vagyunk ennek az országnak. És szeretném emlékeztetni, hogy szolgálataikat jó néhány éven keresztül igénybe is vették. Hát hogy is történt ez? Ne nevezzék a saját életüket tragédiának. Legyenek szerények, szerények. Semmi tragédia. Egy százados úr maga ismer minket. Hát persze, hogy ismer. De ez nem tragédia. Ez csak gazemberség. Miért nem marad minden a régiben? A régiben, a régiben. Maguk soha nem akarnak megváltozni. Nem mintha olyan drága dolog lenne az emberi élet. A rend, ez úgy tűnik, mintha a hatóság dolga lenne. Valójában ez az emberek dolga. A rend. A szabadságban azonban van valami nem emberi. Valami isteni, valami olyan, amit túl rövid az életünk ahhoz, hogy megismerjük. És ha a kettő között összefüggést akarsz keresni, a rendet és a szabadságot, gondolj Periklészre. A szenvedély közös. Mind a kettőbe kell hinni, mind a kettőtől szenvedünk. Mind a rendtől, mind a szabadságtól. De tartalmas, gazdag, szép, szennyes az emberi élet. Összeköt mindent. Csak a szabadsággal bánik. Most van tékozlom, mintha szemétre való lenne. Az emberek nem szeretik a szabadságot. Félnek. Az az érdekes, hogy a szabadságban semmi ijesztő nincs. Ellenben a rendben van sok ijesztő, de fel kell, hogy félj a bizonyos dolgokra a figyelmüket. Szóval tulajdonképpen itt arról van szó, hogy maguknak nincs más választásunk, mint az együttműködés. És éppen arra appellálok, amit ön mondott, hogy ha ennyire szívből tiszteli a törvényt, nyilvánvaló, hogy szinte csak alig előztem meg. Gyakorlatilag felajánlott. Mi továbbra is nagyon tiszteljük a századosot, és szeretnénk nem a századosot kifejteni. Magad, a törvényt. De a százados úr maga a törvény. Ó, nem. A törvény az mind együtt vagyunk. És miért nem marad minden a régi? Momentán önök például törvényen kívüliek. De azt tudják jó, hogy miért. Nyilvánvaló, hogy nem kell, hogy felolvasom az egészet. És ezt nem is mondom el még egyszer. Vagy mostantól fogva nekem dolgoznak, vagy azt kell mondjam, nincs választásom. Irimiás úr. Most rá mehetne. Rosszat álmodtál? Aha. Kétszer egy kevert. Ültem bent a szobában. Egyszer csak valaki megkopogtatta az ablakot. És egy csomag cigarett. Ki sem mertem nyitni. Csak odaálltam elé, és kilestem a függönyön át. Deciről volt szó. Bocsánat. Na, lóduljanak. Csak a hátat láttam, mert már a kilincset ütötte. Meg a száját, ahogy ordibál. De nem értettem, hogy mit. Fátorkodom emlékeztetni a cigarettát. Bocsánat, elfelejtettem. Megtudhatjuk, mi olyan mulatságos? Semmi. Bocsánat. Te hallod ezt? Mi ez? Valami gép? A lámpák? Valaki énekel? Ki meri dúdolni?
Csönd legyen! Borostás volt a képe, és a szemei, mintha üvegből lettek volna. Ordítani szerettem volna, de nem jött ki hang a torkomon. Aztán nem tudom, hogy miért, meg minek. Halicsné nézett be az ablakon, és vigyorgott. Tudod milyen, amikor vigyorog? Csak bámult befelé, aztán ő is eltűnt. Az meg ott kint már az ajtót rugdosta. Tudtam, hogy még egy perc és betöri. Akkor oda rohantam a kredenchez. De nem tudtam kirágozni a fiókot. Aztán hallottam, hogy kint nagy robajjal betört az ajtó. És az a valaki már jön végig a folyosón. Fel fogunk robbantani mindent. Ne hívjuk a rendőrséget? Nem kell. Aztán végre kirángattam a fiókot. Kikaptam a kést. Az meg a Dunászra jött felém. Mindenkit felrobbantunk. Beletesszük a zakójába, vagy a fülébe. Az orrába dobjuk bele a dinamitot. Egyszer csak ott feküdt a konyha asztal alatt. A sarokba. Valahogy csak véget kell vetni ennek, nem? Piros meg kék lábasok voltak nála. Azok mind szétgurultak a konyhába. Egyszer csak éreztem, hogy megmozdul a lábam alatt a föld. Igaz is. Minek bonyolítsuk? Fokozatosan robbantunk. Képzeld el, az egész konyha elindult velem. De egy autó. Ki fogjuk nyírni az egész bandát? Nagyon rövid időn belül. Én meg arra ébredtem, hogy harangoznak. Hol? Itt? Hát ez az. Ráadásul kétszer is. A végén még megbolondulunk. Á, nem. Figyeld meg, ma még történik valami. Megdöglenek úgyis. Megdöglesz futaki. Te is. Ez a férjem. Megismerem. Na ide figyelj, azt jól, hogy én mondok. Érted? Világos? Kezdj el csomagolni, de villám gyorsan. Este elmegyünk inni. Pakolj be mindent, pakolj össze a ruhákat, csizmákat, kabátokat, a rádiót, mindent pakolj össze. Este el kell tűnnünk innét. Érted, amit mondok? Te megőrültél. Mit beszélsz itt össze-vissza? A kránerre megállapodtunk, hogy este lelépünk a pénzzel. Mert ezt a koszos pénzt nyugodt felosztjuk, megint nem tudunk elmenni ennyit. És te azt hiszed, hogy a többiek hagyják ezt? Azt hiszed, hogy Halicsék meg az iskolai igazgató meg a futaki beletörődnek ebbe? Azt csinálod, amit én mondok. Nem azért, mert hoztam egy évig, hogy most szétosztagassuk. Majd beküldöm éneket a hülye anyjukba, ha bármi van, de nem lesz semmi, nem lesznek ezek észre semmit. Nem érted? Most végre megvetjük a tanyát. Pakolj már! Te mi van? Mi beszélsz itt össze? Nem érted? Nem érted? Thank you.
Fújjon el! Schmidt, itthon vagy? Le akartál lépni a pénzzel, igaz? Ezt azért nem gondoltam volna róla. Rögtön megmagyarázom. Na, szia! Gyere be! Kránius benne van? Fele-fele. És most mi lesz? Mi lenne? Te is benne vagy. Megvárjuk az éjszakát és indulunk. Ezt hogy érted? Hogy harmadolunk. De ne tegyél tönkre. Neked hol a helyed? Nekem ott maradjál. Vigyázz magadra! Csak annyit kérök tőled, hogy add kölcsön a vészedet. Csak egy rövid időre. Egy évre. Amíg le tudunk telepedni valahol. És még mindegy. Te mondtad, hogy innen már nem érsz sehova. Engem nem érdekel, én se itt akarok megdögleni. Nem ajándékba kérem. Kölcsön. Pontosan annyit dolgoztam én is, mint a többiek. És most meg azt mondod, hogy kölcsön. Szóval nem bízol bennem. Nem én. Tudjam. Éjszakáig várnunk kell az indulással. A Kránerrel is ezt beszéltük meg. Sötétedés után találkozunk a keresztnél. Erősebb vagyok, nem? Schmidt. Ki jön? Azt mondom, hogy nekem minek jöttetek vissza. A hátsó. Azért, mert csak az úton jutott eszembe hazafelé a dolog. Meg hát az asszony, mert itt hagytam volna. Tetején. Fú.
ő is oldal siet az ajtóhoz. Lekopogt és gyorsan belép. Délre fogok menni. Ott azért rövidebb a tél. Bérbe veszek egy tanyát. Közel valami virágzó városhoz. És egész nap lógatom a lábamat egy lavor meleg vízbe. Vagy elszegődöm éjjeli őrnek egy csokoládégyárba. Esetleg kapusnak egy lány kollégiumba. És megpróbálok mindent elfelejteni. Egy lavor meleg víz esténként és nem csinálni semmit. Csak nézni, hogy telik a kurva élet. Hova a büdös francba akarunk mi menni? Az első városban elkapnak a rendőrök. Még a nevünket se kérdezik meg. Tele a zsebed pénzzel, most mit? Hát pont a pénzről van szó. Elmenni egy nyomorult bőröndel, mint valami koldusbanda. Ne avatkozz bele, nem tartozik ez rád. Tessék! Semmi. Csendesebb ember felébred. Jó napot, doktor úr. Hamar, doktor úr, nehogy kihűljön. Vigyázz innen.
Meg aztán azért is jöttem, hogy esik az eső, mindjárt itt van a hó is. Beszéltünk a férjemmel, hogy mégis jó lenne, ha a doktor úr beszélne a kocsmárossal. Van autója, elhozná azt a kis cuccot. Ez akkor azt jelenti, hogy tovább nem akarja vállalni. Dehogy nem akarom, hogy ne akarnám. De hát ilyen esőbe gyalog, nem mehetek a városba. És hát a kocsmárosnak van autója. 2-3 hétre is vásárolhatna. Busz csak tavasszal fog jönni legközelebb. Rendben van, Kránerni elmehet. Szól akkor a kocsmárosnak? Annak szólok, akinek akarok! Hova tegyem a kulcsot? Tegye, hova akarja. Viszontlátásra. Egyáltalán, miből gondolod, hogy ott vannak még? Szerintem rég elpucoltak már. Csak van annyi ezük. Eszük? Ezeknek? Cselédek voltak, és azok is maradnak életük végéig. Ülnek a konyhában, és a sarokba szarnak, és néha kinéznek az ablakon, hogy mit csinál a másik. Ismerem őket, mint a tenyeremet. Nem értem, mitől vagy olyan biztos a dolgodban. Az az érzésem, hogy nincs már ott senki. Üres háza, a cserepek lelokkodva, jó esetben egy-két gírhes patkány a malomban. Ezek még mindig ugyanott ülnek, pontosan ugyanazon a mocskos fokedlén. Paprikás krumplit zabálnak esténként, és nem értik, mi történhetett. Gyanakodva figyelik egymást, nagyokat böfögnek a csendbe, és várnak. Várnak szívósan és kitartóan, és azt hiszik, egyszerűen becsapták őket. Uruk veszett rabszolgák ezek, de nem tudnak meglenni büszkeség, méltóság és bátorság nélkül. Ez tartja bennük a lelket, még akkor is a tompa agyuk mélyén érzik, hogy mindezek nem belőlük fakadnak, mert ők csak ezek árnyékában szeretnek élni. Abba hagynád végre! Aztán, amire igyekszik ez az árnyék, arra vonulnak ők is, mint egy csarda, mert árnyék nélkül nem megy, mint ahogy nem bírják pompa és káprázat nélkül sem. Csak aztán nehogy egyedül hagyják őket ezzel a pompával és káprázattal, mert megdühödnek, mint a kutyák is szétrombolják az egészet. Adjanak nekik egy jól fűtött szobát, párologjon az a paprikás, és boldogok, ha él, a dunnácskák alatt kihobban bele a szomszéd húsos asszonykájába. Figyelte egyáltalán Petrinak? Ajaj. Begyújthatnál. Mondom, hogy begyújthatnál. Mire várunk? Osszuk már el a pénzt. Na. Nem utogass. Egy litert. Nem ér rá. A százasomat is vedd fel. Osszuk csak el. A címletben tévedett. Ne félj, megkapod a részed. Ne félj, mák fejű. Várjuk meg még a Kráner. Nem bántalak. Él adja a másik felét. Nem utogassál. A dolog marha egyszerű. Ami nálad van, azt megfelezzük. És ami meg még jár nekünk, azt a keresztnél elosztjuk. Hozz ide az elemlámpát. Esik. Ítélet ide. Az. Minden tönkretesz. A dokument. Nézze meg ez a kabát, hogy néz ki rajta. Ez valamikor olyan puha volt, mint a baj. Csak hogy jobban lássuk a pénzt. Meg hogy nem adhass később, hogy becsaptalak. Számoljunk meg. Most meg annyira ki van már száradva,
Hogyha le akarok ülni, meg kell törni. Figyelj ide! Itt a lágyékonnál. Így a tenyérében. Így szoktam csinálni. Az a rugalmas erő, tudja. Az ment ki belőle. Teljesen. Meg a szél. Azt se bírja. Csupa repedés az egész. Úgy málik széjjel a bőr, látja? Az ember megy ide-oda, mégse ület folyton otthon. Most ázik kívül, ázik belül. Mert a legrosszabb nem is ez, hanem ez itt, ideben. Persze maga nem is hallott a belső esetről. Évek óta ezt hajtogatott. Ez pontosan annyi. Gyorsan. Küld a francba! Ha meg beteszi a lábát ide, akkor megfojtom. Azok éjjel és nappal állandóan mossák az ember szervét. Jönnek a szívből, és állandóan mossák a májat, a gyomrot, a lépet, a vesét. Én már teljesen el vagyok házni. Sokáig marad a feleséged. Mit akart? Megbolondult. Azt mondja, Irimiás és Petria közelednek a köves úton. Meg hogy talán már ott is vannak a kocsmába. Ha nincs az a kabát, hát nem is tudom. Meg hogy talán már meg is érkeztek ide. Kigombolni sem merem. A kalauz látta őket az ereki útelágazásnál ide lefordulni. Meg még azt is mondta, hogy látta őket a városban. Ide bekanyarodtak, ide jönnek. Egy pohárból persze segítene. Az agyára ment a Biblia. De mi van, ha mégis igaz? Hát, ha ez igaz. Másfél éve halottak, ezt mindenki tudja. Ne dőljetek be, ez egy csapda. Lehet, hogy a orvosai egész egyszerűen hazudott. Nekünk is ő mondta. Másfél éve halottak. Én már akkor is sejtettem, csak senki se hallgatott rám. Hazudott, persze, hogy hazudott. Elment az eszetek. Változik minden. Irimiás egy nagy varázsló. Még a tején szarból is várat épít. Ha akar. Meg aztán ott van annak a májnak, meg annak a gyomornak. Lépnek, vesének. Az az állandó követelése. Ká. Felmondott. Ezeknek megállás nélkül dolgozik. Azt nem. Nem fogod keresztül húzni a számításomat. Nem is akarom. Nem lehet leállni. Hogy egy halott feltámadjon, fut aki. Legalább neked legyen eszed. Nem tudja.
Megsejtettek valamit, és most elő akarnak ugratni minket. Tovább vállalni. Na, akkor én elmegyek a kocsmába. Lehet, hogy igaz. Varmak. Ha ezek itt vannak, Irimiás elől nem tudsz megmenekülni. Ezt te is tudod. Tavaly össze. Mert akkor az az állandó ázódás egyszer csak átmegy. Egy hirtelen kiszáradás. Hát akkor meg. Ami aztán könnyen végzetésé válhat. Nem volt. Barmok vagytok. Hallja, adjon már egy poháron. Ha ennyire nem hiszem. Menjetek innen a büdös picsába. Semmi. Aztán úgyis megjönne Schmidték. Aztán kiszámolják azt, ami jár. De a pénzemet, azt leteszitek ide az asztalra. Olyan. Na jó. Az esőre. Ha ennyire nem hiszed el, akkor küldjük előre a feleségedet. És a pénz? Hát, maradjon ott, ahol van. Benne csak megbízol. Na, akkor én elmegyek. Azzal sem, hogy gyalog kell jönnie. Jó kis borocska. Adjon még egyet. Konkrét. Terve van. Megjöttek. Az uram már elindult, csak azért küldött át, hogy megmondjam, ha még nem tudnák. Habár biztos tudják már, láttuk az ablakból, hogy itt volt a Halicsné. De már megyek, nem akarok zavarni. Azt a pénzt meg azt üzeni, az uram ott tegye meg a fene. Nem nekünk való az ilyesmi. Bujkálni meg szögdösni, hogy ne legyen egy nyugodt éjszakánk. Azt már nem. Majd Irimiás, meglátják meg Petrina. Én mindig tudtam, hogy nem igaz az egész. Nekem mindig is gyanús volt az a sunyi horgos gyerek. Annak még a szeme se állt jó, mert láthatják maguk is, hogy csak úgy kitalálta az egészet. Mi meg elhittük az elejétől fogva. Szóval te is benne vagy. Ugyan mi? Már, inkább jöjjenek maguk is. Na, megyünk? Elaludt. Mit gondol, mennyi kell egy ilyennek ennie? Nem eszik ezt, hanem zabál. Megeszik ez egy fél disznót is együttében. Elhiszi? El. Ez nagyon közel volt. Sanyi! Sanyi, gyere! A pénzt valaki feltudta. Menj már a francba! De a pénzagokat is ellopták. Nem lopták el, nekem kellett. Nekem gyűjtötted és kész. De ez az én pénzem is. Menj már a francba! Miért, te tudtad? Veszed le rólam a kezed? Tűnés. Azt mondtam, tűnés. Ne mondjam még kétszer. Gyere csak vissza!
Azt mondtam, gyere vissza. Irimiás és Petra jönnek a telep felé. Azt mondtam, gyere ide. Lehetek. Ez úgy igaz, hogy itt vagyok. Ott volt a fatelepi fuvaros. Mozogjál már, mozogjál. Két rakodó munkás. A 101-es iskola igazgatója. Tornatanár. Ott volt az éjszakai restis, és ott ültem. Patkányméret. Loptad, mi? Loptad. Ott ültem. Otthon meg már mindenki egymás egyén hátán. Ha ne szede, vigyázz, mert rajta tartom a szemem. És azt hiszem, hogy nem hiszek a szememnek. És most tűnés? Azt mondtam, tűnés? És ott voltak teljes valóságban, Irimiási Petrinak, és kevertet ittak. Akkor megvártam még megissza. Oda mentem hozzájuk. Irimiás átölt, és azt mondta, hogy téged is lehet látni kellene. És utána mindent elmesélt. Utána elmentünk. Nekem találkozom volt a Hohan hettessel, és utána találkoztam a kis Tóttal, aki postanyai szomszédom volt, és ő elmondta, hogy az Irimiásék a Steigerwaldéknál voltak, és lőporról volt szó. A Steigerwald gyerekek elmesélték az utcába. És amikor jöttem vissza, és letértem a Köves útról, az eleki elágazásnál, akkor megláttam őket. És akkor megértettem, mit, merre és miért.
csinálnál? Inkább tegyél még rá, mert fázol. Tegyél rá a honát. Én az előbb tettem. Most te jöjj. Hallod? Ez a kamár megint a videó. Megint megtenni kamár. Eddig várjál. Mit tudom én? Hagyd békén. A fene rohassza meg az egészet. Óta nem láttuk Dokikát. Megjött a kedve egy kis dugáshoz? Ha megengedik, megmelegednék egy kicsit. Csak melegedni akar Dokikám? Igen. És egy út baszni, mint régen. Há? Na, doktor úr, nem drága. Egy ilyen régi ismerősnek. Meg tudnának kínálni egy cigarettával? Ott van a lábánál. Köszönöm. És hogy megy az üzlet? Sehogy. Rosszul. Tudja, egyik nap után jön a másik. És mi csak ülünk itt. Ha fene esz meg, aztán semmi. Van, hogy majdnem egymásnak ugrunk. Olyan ideg vagyunk mind a ketten. Mire jutunk így, Dokikám? Így elmegy a kedve az embernek az egésztől. Mit gondol, miből élünk mi? Nyakunkon él a Sanyi is, lökött testike is, anyu is. És állandóan azt kérdezik, hol a pénz. Adjuk elő. Így a pénz, úgy a pénz. De kit érdekelnek? Úgy is elmegyünk innen. Bemegyünk a városba. Ne lőd itt a sódert. Vagy mész, vagy maradsz. Örülnél, ha elhúznám a belem, mi? Ma, amikor végre megkapják a pénzt. Nem jönnek. Már rég itt kéne lenniük. Jönni fognak. Ismerem én őket. Amikor pénz van a zsebükben, loholnak a farkuk után. Csak nem képzeled, hogy a Kráner bevallja otthon az összest. Lesz itt ma pénz, dögivel. Kaphatnék egy cigarettát az útra? Persze. Gyufát? Elvihetik. Na. Nem gondolja meg magát mégse, doktor úr? Nem. Sok szerencsét. Magának is. Na, ez se húzza már sokáig. Jó, alig ismerni rá. De mit mászkál ez itt az esőben? Mindig otthon gubbozd. És most jön ki, mikor szakad. Nem láttad nálad, Anizson, te hülyén. Megy a pálinkájáért. Már annyi pénze sincs, hogy kifizesse a Kránerlét. Thank you.
Már régóta várom magukat. Honnan tudtad, hogy jövünk? Hát a kalauztól. Miféle kalauztól? Hát a Kelementől. Miért a Kelement kalauz lett? Ja, tavasz óta a távolsági járaton. Csak most nem jár a busz, így ráér időre koslatni. Különben maga meg azt ígérte, hogy ha elhíreztelem a telepen, hogy meghaltak, akkor összehozos mit nével. Én az ígéreteimet meg szoktam tartani. Maga pedig azt ígérte, hogy a Kráner néval hoz össze. Annak is jó nagy csecsei vannak. Majd meg lesz az is, Sanyi. Amióta maguk elkerültek innen, nem sok minden változott. Az iskola igazgató még mindig otthon magába, és mit néha fut akival, tudja azzal a sántával. A kisebbik testvéred meg teljesen hülye, ülés lesz, mindenkit megles. Anyán hiába veri, megmondták, hogy egész életére hülye marad. A doktor az meg otthon gubbaszt magába, ül a székbe, éjjel-nappal nála villany. Van, amikor a székben alszik, töglesztő vírus van nála, szívő jobbnál jobb cigiket, vissza a pálinkát. Nem hiszi, kérdezze meg a Kránernét, már azt hordja neki. És ma hozzas mit meg Kráner a barmokért kapott pénzt. Február óta mindenki azt csinálja, kivéve az anyut, mert azok a piszkok nem vették be. Így most nekik jó, mert van sok pénzük. Kocsmáros eladta azt a baromi jó panóniáját, vett helyette egy ócsköt ragacsot, amit mindig meg kell tolni. Azzal jár fel, ha van tetszere felesége ez a városba. Különben most a kisebb nővéremmel él. Aztán Schmidt ment elől. Fut, aki mögötte botladozott. Felöltője szárait hátra csapta, a szél botjával tapogatta az utat a vaksötétben. És a kíméletlenül zuhogó eső egybe most a Schmidt káromkodását bizakodó és biztató szavaival, ahogy egyre csak ezt hajtogatja. Ne sajnáld, komám, meglásd, aranyéletünk lesz. Aranyéletünk. Kizavarom a részek biztosat! Lekapcsolom az összes villanyt! Betekerem az ajtót! Irimiát is beszínom! Az elvegyék, ami az enyém, pedig minden az enyém, az enyém, az enyém! Irimiát is beszínom! Minden az enyém! 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 Beszínom! Akkor odaléptem hozzájuk, Irimiás megölelt, és azt mondja. Nagy szeretettel, Kelement, téged is lehet látni? És rögtön kért egy rundot. A pincérlányok mosolyogtak, és mint a szöcskék ugrottak. És utána nekem minden elmesélt. Aztán mondja, tanult legalább valamit a leckéből. Milyen leckéből? Hagyjon engem békén! Mindjárt megtanult! Nem tanult maga semmit, most is csak iszik. Ide figyeljen maga, mezei boszorkát! Mindjárt megtanultam! Senki ne szóljon bele a dolgomba! Pedig a maga sorsának a könyvébe. Bele van írva ez a feltámadás. Nekem ne dumáljon! De maga csak vedel. Vedelek! Mezei, hogy vedelek! Ide figyeljen maga, mezei boszorkát! Azért jöttem ide, hogy vedeljek! Nem vagyok rózsabimbo, maga! Pöttyös seggem! Tudja maga, hogy mi vár az ilyenekre? Rám nem vár senki! A pokol fekete tüzet. Lehet, hogy maga már látott fekete picsát, mert azok fekete tüzet még nem látott a bujakoros nénikét, de hozd meg a fekete tüzet a fekete picsával. Azt hiszi, a végtelenségét tűrik ezt ott fenn? Nem! Azt hiszi, tétlenül nézik ezt a Szodomát és Gomorát. Ez nagyon jó mond. Leszik sírás.
Lesz kiajgatás, ahogy a próféta mondja. Nem teremtés, röcs! A teremtés az egy röcs. Ne szóljon bele a dolga. Mindig ilyen sajnos. Egy mezei drótboszorkás. Pókhálós lukú. Jobban tennék, ha ezt olvasgatnám. Hagyjam ezt a szerencsétlen békén. Addig is. Inkább hívja meg egy röcsre. A röccselvonás a gyilkolásnak az egyik módszere. Ne a teremtést olvasd, te szerencsétlen. A titok. Hanem az apokalipszist. Tudja, mire vár mindenki? Ha nem találtak ki eddig, arra vár, hogy maga elkotródjon innen. De hiába várnak, hiába kotródik el, hiába nem látjuk, hiába nem halljuk, akkor is itt marad a bűze, az elpusztíthatatlan bűze. Hiába nyitjuk ki az ablakot, hiába szellőztetünk, az itt marad. A Halics már el sem tudja képzelni, hogy mi történt az urával. Látja, ez a pocsék idő. Mit hozhatok? Kis cseresznyét? Nem is tudom. Biztos, hogy ők azok? Biztos. Reggelre itt lesznek. Éjfőre itt lesznek. 3 óra az út. Nem 3 óra az út. Miért nem 3 óra az út? Mert az út sokkal több, mint 3 óra. Itt nem lesz ideérkezés legfeljebb reggel. Miért reggel? Ha nekem 3 óra alatt az út 3 óra volt, akkor nekik 3 óra alatt az út 4 óra. Akkor is éjfőre itt lesznek. És itt lesznek, reggelre, és biztos, itt lesznek. Reggelre lesznek. Itt van az út, tere van gödrökkel és kátyukkal. A gödröket kikerülik. A kátyukat kikerülik. Nem mennek se gödrökbe, se kátyukba. Ebben magának igaza van. Ezért aztán nem is lesznek itt éjfőre, hanem csak reggelre lesznek itt. A Köves úton reggelre. Ide Balosi vagyok. Addig csak a Köves úton jöhetnek, mert ők csak Köves úton járnak, mert féltik a cipőjüket. Cipőjüket? A cipőjüket féltik, az meg akkora kanyar tesz, az őrösen, mert mint szét egy tengert kéne kikerülni. A cipőjük, nekik már mindegy volt. Az nem a lényeg, hogy évfőre itt lesznek. Nem volt szétázva, mert az a tűzben maga volt vezet. Itt? Maga az Ide Balosi? Maga volt ott? Én láttam, nem. Én baktattam és én jöttem erre. Én láttam őket, és élfőre ők a Köves lesznek. Úton jönnek, és akkor csak reggel lesznek. Nekem nem magyaráz. Ők csak a Köves úton jöhetnek. Az meg akkora kanyar tesz, mint egy tengert kéne kikerülnie. Nem magyaráz, mert Ide Balosi vagyok. Miért nem fűt ez a kibaszott kályha? Ez nem váróterem, hanem kocsma. Mennyi az idő? 11. Legfeljebb. 11 vagy 12. Hívd el a baromat. Kijöntötted. Hazudsz meg fejű. Tényleg kijöntötted. Akkor hozzá másikat. Mi ez a szag? Az előbb még nem volt. Csak a pókok. Vagy a koksz. Nem.
Ez a föld. Baktattam és baktattam és baktattam. A Steigerwalder, a Bohahentes, a Pistol, Irimiási. És a Steigerwalder, te ott voltam. És a baktatás a miért és a hová és a merre. És a Steigerwalder gyerek lőporról beszéltek. A Pistol ott volt a mérőben. Baktattam és baktattam és baktattam. Egy üveg bort, aztán meg ne ártsanál. Nem puskapor lőpor. Tudom, hogy nem kéne többet innom, mert a fejedbe száll. És én baktatok és baktatok és baktatok. Maga meg olyan kedvesen kínálja. Még hogy a fejedbe száll, picsa részeg vagy. Baktatás közben az ember mindent megtud. Baktatás közben az ember mindent megtud. Na tess már neki, bazd meg, nem látod, hogy hogy néz ki? Pontosan tudom, hogy miért. Perceken belül baktattam és baktattam és baktattam. A kis tor. Amikor megláttam az elágazás nevüket, miért, hogy, merre, miért és hogyan, tudom, hogy miért jönnek. Mert megvilágosodott. Jaj, kibírhatatlan az őrség, csináljon már valamit. Tudom, János. Hogy miért jönnek. Mert levezek, nem megvilágosodott. Az útelágazásnál jön. Pontosan tudom, hogy miért. És baktatok és baktatok. Milyen jó meleg. Az eleki útelágazás, te ott van. Fasz? És jönnek, és perceken belül. Itt vagy úgy oda, legalább másnak is jut. Megállnak, de akkor is jönnek. Mert én meg baktattam és baktattam és baktattam és baktattam és baktattam. És akkor is baktattam. Jönnek és jönnek nem és jönnek. Nem kukle rá ilyen. Állnak és jönnek és jönnek és jönnek. Megállnak, de jönnek. Menjünk baktatok a malomba. Baktatok és baktatok. És ide jönnek. Perceken belül. Perceken nem belül. Nem hallom. Hová az anyád valagába akarsz te menni? Sehova, cuncus. Adok én neked olyan cuncuskát, csak kihozan adják ki volna. Semmi. Jó ember az én uram. Csak hát az italt tudja. Ha az nem lenne, kenyeret meg lehetne vele kenni. Olyan áldott jó ember tud ez lenni. Irimiás! Érkezik! Megérkezik! Maga is baktatás által megérkezik, Irimiás és Petrina megérkezik. Megérkezik, baktatás által, itt leszek a terepen, akkor is jönnek. Baktatás által jönnek. Petrina, Irimiás, jönnek! Valaki jön! Baktattam, és baktattam, és baktattam. Jó estét, kérek egy üveg sört. Lányok, mint a szöcskék ugrottak. Ja, nem látta a lányomat? Melyiket? A és kicsit. És baktattás közben, amikor megvilágosodott. Itt nem járt. És ütközösen volt a kis tóttal a mérőben. Tudja, mi van. Tegnap este egy kis múj volt a valisza. Miért baktatnom kellett? Most még csak nem is köszön a szemét. Miért? Hová? Egész nap aludtam, ma este felébredek, sehol senki. A Steigerwalder gyereket. Üres a hál. Irimiás se a Maris, se a Juli, se a Sanyika. És a lőpor a Steigerwalder. És baktattam gyereket. De ez még csak hagyjál. A kicsi is elkoszált valamerre. Hiába. De ha előkerül, levelem a lábát. Biztosan előkerül. A mérőben baktattam és baktattam és baktattam. És a nem az az elkódorgó fajta. A lőpor, az aztán nem. Nem puskapor, lőpor. Baktattam egész és baktattam. Egész éjjel az esőben mászkál. Nem puskapor, az lőpor. Nem csoda, a napokig nyomom az ágyat. Nem puskapor. Ugrottak, mint a szöcskék. Ez a jó a gyomromnak. És baktatok. Kávét és nem kér. Baktatok. Baktatom. Attól baktatom, csak hánykolódok egész éjjel. Baktatás közben az ember mindent megtud. Baktatás közben az meg ember aztán mire jó? Pontosan semmire. Tudom, perceken belül. És Irimiás megölel. Kevertet ittak. Na jó baktatom. Éjszakákat. Baktatok és baktatok. Baktatom. Esetleg látja valamelyiket. Baktatok. Mondja meg, hogy takarodjanak a haza. A baktatás és a baktatás nem óriási különbség van. Kódolgathatok pontosan itt egész éjjel. Pontosan tudom, amikor megláttam az elágazás nevüket, miért és hogyan baktatok? A Kistor, az egész utca erről beszélt, hogy a Steigerwalder gyerekek lőport rejtegetnek. Miért tették ezt?
És miért jönnek a Petrináik a terep felé? Miért? Tudom, hogy miért jönnek. Mert megvilágosodott. Megvilágosodott. Tudom, hogy miért jönnek. Mert megvilágosodott. Az útelágazásnál jön. Pontosan tudom, hogy miért. Megállnak, de akkor is jönnek. Belehempered a sárba, mint egy disznó, aztán meg kimegy az esőre, mint egy elveszett bárány. Elment az eszem. Nem tudja, hogy nem lehet, hogy Bedel itt. És éj gyomorra. Na most akkor gyomorra. Na megtörölheti magát. Isten bassza meg. Mi nem mozog azt összejelvét. Összenyelvezzel. Meg életem végéig mászkáltak utánuk a töllőrongyal. Az asztallábukat, az ablakot, a káját, a rekeszeket. A legszörnyűbb az egészben az, hogy nem lehet őket látni. Ha elkezdem őket figyelni, megérzik. Eltűnök. Ez a geci sváb. Halbaszott. Nem beszélt a pókokról. Nem beszélt már semmiből. Nem. Az igazi fenyegetés a föld alól jön. Az ember egyszer csak ijesztőnek érzi a csöndet. Nem mozdul. Összekuporodik a sarokba, ahol védelmet remél. Rágás gyötrelemmé, a nyelés kínná válik. Aztán meg már minden lelassul, és végül bekövetkezik a legrettenetesebb. A mozdulatlanság. Nincsen segítség és nincsen menekvés. Mert ki bírja felfogni észre, hogy nekem, aki élni tudnék az idők végezetéig, egyszer csak el kell takarodni innen, le a férgekhez, a sötét büdös iszabba. Na de majd Irémiás. Irémiás. 14 napig ingyen ivott, és aztán van pofája visszajönni, mint amíg keveselni. Mert az jó, hogy ő jött le a tanyára, és ő mondta, hogy ültessek tele mindent hagymával, és bejött. Mert a nagy dolgok mindig egyszerűek. De az mégiscsak sok, hogy utána visszajön, és azt mondja, hogy mindent neki köszönhetek. És 2 hétig ingyen vedel. És aztán van pofája visszajönni, hogy elvegye, ami az enyém, mert itt minden az enyém! Itt mindent én csináltam.
Itt mindent lehet ebbe a világba! Bejönnek az utcáról és azt mondják, hogy... Fel is út, le is út. Lesz itt még rend, barátocskám. Lesz itt még rend ebben az országban. Lesz itt még rend! Lesz itt még rend! Most meg hova mész? Várjál már! Hova rohan? Állj már meg! Nem bántalak! Állj meg! Hova rohan? Várjál már! Tudjátok, ez Halics. Szabad egy tangót. Tudja, hogy a tánc a gyengén. Magának egy komoly, megalapozott emberre van szüksége. Nem egy ilyen Schmidtre. Halló? Halló? Akinek a durva jelleme egy csöppet se illik a maga tiszta lényéhez.
Nézze. Azok a kiváló emberek visszakerülnek az őket megillető helyekre a hivatalokban. És én megint iskolaigazgató leszek. Elvinném magát a városba. Basszátok meg a nénitéket! Hova tettétek a tengert? S hova tettétek a földet? És a bársonyosan zengő tangóharmonika szóban utolsó támadásra indultak a kocsma pókjai. Laza hálókat eresztettek az üvegek, a poharak, a csészék, a hamutartók tetejére. Körbefonták az asztalok és a székek lábait. Majd egy-egy titkos, vékony szállal összekapcsolták ezeket, mintha fontos volna, hogy felfedezhetetlen, rejtett zugaikban meglapulva azonnal értesüljenek minden moccanásról, minden rezzenésről, amíg csak sértetlen ez a hibátlan, különös, szinte láthatatlan háló. Beszőtték az alvók arcát, lábait, kezeit is. Aztán villámgyorsan visszafutottak rejtekükre, hogy egy lehellett finom pókfonál rezdülésére várva újra kezdjék. Keleten egy emlék sebességével kivilágosodik az ég. Vörösen, hajnalkéken támaszkodik a hullámzó látóhatárra, s azzal a torokszorító nyomorúsággal, ahogy a minden reggeli koldus felbaktat a templom félreeső lépcsőjéhez, feljön a nap is, hogy megteremtse az árnyékot, s különválassza a fákat, a földet, az eget, az állatokat, az embereket abból a zűrzavaros, dermesztő egységből, amelybe föloldozhatatlanul belebonyolódtak. És még látta az égperemén menekülő éjszakát a túloldalon, ahogy sorra lebuknak félelmetes elemei a nyugati horizonton, mint egy kétségbe esett, megzavarodott, megvert hadsereg. Thank you.
szívem, gondolta újra és újra. Nagyon szeretett volna egy meleg, barátságos szobában feküdni, fehérbőrű ápoló kisasszonykák pillantásainak védelmében forró húslevest kanalazni, aztán befordulni a fal felé. Könnyűnek érezte magát, és még sokáig visszhangoztak benne a kalauzkoroló szavai, mire elingatta a szekér. Doktor úr, nem lett volna szabad. Nem lett volna szabad. Az angyalok látják ezt és értik. Békességet érzett önmagában, s körülötte még a fák, az út, az eső, az éjszaka is valamennyien nyugalmat árasztottak. Minden jó, ami történik, gondolta. Minden egyszerű lett végérvényesen. Visszaidézte az elmúlt nap történetét, és mosolyogva állapította meg, hogy hogyan függenek össze a dolgok. Úgy érezte, ezek az események már nem véletlenül és esetlegesen kapcsolódnak össze, hanem közöttük az űrt kimondhatatlanul szép értelem hidalja át. Azt is tudta, hogy nincs egyedül, hiszen minden és mindenki, apja odafönt, anyja, a testvérei, a doktor, a macska, ezek az akácfák, ez a sáros út, ez az ég, ez az éjszaka idelen függ tőle. Mint ahogyan ő is szinte csüng mindenen. Nem volt oka a nyugtalanságra. Tudta jól, hogy angyalai már elindultak érte. Meg vagyok rendülve. Higgyék el, még bennem is csupa zűrzavar van. Teljes bennem a káosz, lelkemben a tanácstalanság. Mégis erőt kell vennem magamon. Bár ebben a percben nem tudok más mondani, mint hogy osztozom. Mélyen osztozom egy szerencsétlen anya fájdalmában. Neked hol a helyed? Nekem ott maradjál. Egy anya sosem csillapuló, mindörökre eleven gyászában. Abban a bánatban, hogy elveszítjük a szívünknek legkedvesebbet. Ez a tragédia mindannyiunk lelkére ránehezedik. Nem hiszem, hogy akadna önök közül valaki, aki ebben ne értene egyet velem. És ebben a helyzetben az a legnehezebb, hogy ezen a megrendülésen, összeszorított foggal, keserűségtől elszorult torokkal, könnyeinkkel küzdködve mégis túl kell tenni magunkat valahogy. Mert és erre már most szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet. Semmi nem lehet fontosabb, mint hogy mi magunk rekonstruáljuk, mielőtt a hivatalos szervek kiszállnak, mielőtt a rendőri alakulatok megkezdenék a nyomozást. Mi okozhatta ezt a megdöbbentő szerencsétlenséget? Egy ártatlan gyermek szörnyű pusztulását. Mert jobb, ha már most felkészülnek arra, hogy ezt a katasztrófát a Városi Vizsgálóbizottság elsősorban rajtunk fogja számon kérni. Igen, rajtunk, barátaim. Mert tegyék a kezüket a szívükre. Egy kis figyelemmel, gondoskodással, előrelátással megakadályozhattuk volna. Gondoljanak arra, hogy ez a végtelen teremtés, kiszolgáltatva az első jöttmentnek, az első országúti csavargónak, bárkinek, egész éjjel áldott az esőben. Verte a szél,
Az elemek könnyű prédája lett, és nyilvánvalóan itt járt mindvégig körülöttünk. Itt bolyongott mindvégig mellettünk. És az is lehet, hogy benézett ezen az ablakon, és látta, mint önök, hölgyem és uraim lerészegedve ropják a táncot. Ne értsenek félre, én személy szerint nem vádolok senkit. Nem vádolom az anyát, aki már soha többé nem fogja tudni megbocsájtani magának, hogy azon a végzetes napon túl későn ébredt. Nem vádolom az áldozat nagy reményű bátyját sem. Ha ne szedj, vigyázz, mert rajta tartom a szemem. Nem vádolom a család többi tagját sem. Nem vádolok tehát senkit. Mégis, hadd tegyem fel maguknak a kérdést. Nem vagyunk mindannyian bűnösök. Maguk erre persze azt válaszolják, hogy ártatlanok vagyunk. De hát akkor minek nevezük ezt a szerencsétlen gyermeket? Ártatlanok áldozatának? Vétlenek mártírjának? Bűntelenek elvérzetjének? Maradjunk inkább abban, hogy ő volt ártatlan. Az egész elmúlt éjszakát végig hánykolottam, mire magam is rádöbbentem erre. Ne gondolják, hogy csak azt nem tudjuk, hogyan történt ez a tragédia, hiszen valójában azzal sem vagyunk tisztában, mi az, ami történt. Ennek a tragédiának be kellett következnie, de egyéb biztos vagyok, és ezt most már maguk is sejtik. Csak hogy nem elég valamit sejteni, érteni kell a dolgokat. És haladéktalanul ki kell mondani őket. Maguk már ideérkezésünk előtt is tisztában voltak vele, csak nem merték egymásnak megmondani, hogy végzetül a telepen, és most minden okuk megvan rá, hogy feltételezzék, a visszavonhatatlan ítélet lassan beteljesedik. Itt csoszognak a pusztulásban, távol mindattól, ami az élet. Tervei kudarcba fúlnak, álmaik vakon zúzódnak szét. Valami csodára várnak, ami sohasem fog bekövetkezni. Na de miféle végzett áldozatai maguk? Talán a futaki barátunk által unalomig ismételgetett, omló vakulatokról, letarolt tetőkről, megrodgyant falakról, savanykás ízekről van a szó. Nem inkább a letarolt távlatokról, összeomló képzeletről, megrodgyant térdekről és a teljes cselekvés képtelenségről kéne beszélni. Ne lepődjenek meg, hogy keményen fogalmazok, de beszéljünk nyíltan. Ha tényleg úgy érezték, hogy végzetül a telepen, akkor miért nem mertek ellene tenni valamit? Azért, mert azt gondolták, hogy jobb már egy veréb, mint holnap egy túzok. De ez gyalázatos, gyáva, könnyelmű gondolkodásmód, amely súlyos következményekkel jár. Ez a tehetetlenség bűnös tehetetlenség. Ez a gyengeség bűnös gyengeség. Ez a gyávaság bűnös gyávaság. Mert, és ezt jól jegyezzék meg, nem csak másokkal szemben követhetünk el valami helyrehozhatatlan, de önmagunkkal szemben is. És még súlyosabb, barátaim. Sőt, ha jobban meggondolom, mindenféle bűn önmagunkkal szemben elkövetett gyalázat. De tudják, barátaim, ahogy most visszagondolok arra, hogy maguk egymás hegyén hátán ájuldozva, verejtékezve, hevertek a székeken és asztalokon, csorgó nyállal, lerongyolodva. Bevallom, összeszorul a szívem, és képtelen vagyok ítélkedni maguk fölött, mert én ezt már soha többé nem fogom tudni elfelejteni. Szuszogásukból, horkolásukból, nyögéseikből meghallottam a parancsoló segélykiáltást, melyre nekem kell megfelelnem. Ismerjük egymást jól. Tudják jól, hogy évtizedek óta járok nyitott szemmel a világban,
és keserűen tapasztalom, hogy az ámítás és a hazug szavak vastag leple mögött semmi sem változott. A nyomorúság marad, és az a két kanál étel, amivel több jut nekünk, csak a levegőt ritkítja meg a szájunk előtt. De rádöbbentem, hogy amit eddig tettem, az semmi. Sokkal mélyebb megoldásra van szükségünk. Ezért, élve a pillanatnyi lehetőséggel, elhatároztam, hogy összegyűjtök néhány embert, létrehozok egy mintagazdaságot, ami biztos megélhetést nyújt, és összefogja a kisemítettekem a kis csoportját. Létrehozok egy szigetet, ami megszünteti a kiszolgáltatottságot, ahol mindenki békében és nyugalomban, biztonságban és emberhez méltón fogja majd esténként álomra hajtani a fejét. Ezért indultam el segítőtársammal az Almási Majorba. A főépület még jó állapotban van, a bérleti szerződés gyerekjáték. Egy probléma van csupán. Maguk előtt úgyis hiába titkolnám. A pénz. Mert egy fillér nélkül teljesen halott az ügy. A termelésnek úgynevezett tőkeigénye van, de ez egy kicsit bonyolult dolog, úgyhogy kár lenne ilyen részletesen belemenni. Meg aztán az bizonyára megértik, hogy találkozásunk körülményei elbizonytalanítottak abban, hogy egyáltalán képesek lennének-e végigcsinálni. Vajon képesek lennének-e embertelen nehézségek árán verejtékes munkával összeszedett pénzecskéjüket most egy hirtelen ötlet hatására csak úgy ide dobni? Gondolkodjanak. Csillapodjanak le. Ne döntsenek el hamarkodottan. De ha a sors úgy akarja, hogy ettől az órától kezdve együtt maradjunk, elválaszthatatlanul, jusson eszükbe, hogy milyen ára. Ne feledjék a gyermeket, akinek talán épp azért kellett elvesznie, hogy a mi csillagunk végre emelkedni kezdje. Ki tudja, barátaim? De ha így van, kegyetlen velünk az élet. Mondtam magának, hogy nem kellett volna kihozni az intézetből. Nem tudom, minek hozta ki. Barátaim, nehezen találom a szavakat most, amikor eljött a pillanat és az útjukra bocsájtom magukat. Nehéz szavakba foglalni, amit érzek, mert hát mit is mondhatnék a lelkes elhatározásról, a maguk áldozatkészségéről, a közös boldogulásról. Mit mondhatnék arról a ritka kincsről, amellyel megajándékoztak engem? A bizalmukról. Mi egyebet, mint hogy mindez erőt ad nekem, és kivételes felelősséget ró rám, melynek én tehetségem szerint igyekszem megfelelni. Mi egyebet, mint hogy a maguk lelkesedése és bizalma engem is lelkesedéssel és bizalommal tölt el. A közös jövőnkre gondolok.
Induljanak, barátaim. Holnap reggel 6-kor találkozunk az Almási Majorban. Induljanak és gondoljanak a jövőre. Maguk, barátaim, ettől a perctől fogva szabadok. Én magával is elszaladtalom. Maga még maradjon csöndbe, jó? Mester. Most aztán nézheti magát. Én be vagyok szarva. Menje haza, ott káromoljon, jó? Hogy jövünk ki ebből a slamasztikából? Menje haza. Nagyon meglepne, ha nem lennél beszarva. Na jó, egyszer lent, egyszer fent. Menje haza, jó? Mindig mondtam, hogy az ember becsülje meg magát. Adjak papírt. Most aztán cseszheti. Bezárhatja a boltját. Ez nem vicc, bazd meg. Menje haza, jó? Halálosan, véresen komoly ügy. Ne szekáljon itt engem, jó? Hát én uram is ilyen volt. Nem tudta, hogy mi a jó. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy megszakadok a röhögéstől. És hol végezte? Fönt a padláson kötélem. Hagyd már abba. Menj haza, ne káromoljon itt engem, jó? Nagyon meglepednél, ha azt mondanám, hogy ez itt a mi időnk. Ne szekáljon, magát szekálja, jó? Már megint... Mi a jó Istenbe töröd a fejedet? Inkább a nagylányait fogdoss össze, mert még azok is elmennek velük. Hallgass ez egyszer a jó öreg Petrinára. Azok ugyan nem, mert be vannak zárva. Na fizessen, aztán menjen, nem jó? Hagynak itt mind az estike. Világos? Menjen majd haza. Majd ha elmennek a telepiek, húrják szépen menjen a haza. Földet. Menjen haza. Menjen. Figyelj, húzzunk el innen. Az első vonattal. Itt irtózatos nagy bajok lesznek, ha ezek rájönnek erre a disznóságra. Fogd már be a szádat. Nem érted, hogy mi vagyunk azok, akik felkaroljuk az emberiség méltóságért folytatott szívós és reménytelen küzdelmét? Ha menjen, gyerünk, gyerünk! Petrina, eljött a mi időnk. Eljött a mi időnk. Mindig csak ezt mondod. Figyelj, eljött a mi időnk. A mi időnk sohasem jön már el. Bíztam, hittem. És tessék. A hálózat. Nem érted? Az Irimiás féle országos pókháló. Világosodik már az a tompa agyad. Bárhol rezdül valami. Trallala, trallala. Gyönyörű.
igazod neked a doktor? Biztosan jött volna, de nőttök, nem is szóltam neki. Se bírná ezt a hosszútán. De így meg éhen fogod veszni. És most már a kocsmárossal sem tudja megbeszélni. Dögöljön. Engem nem érdekel a doktor. Ha magának annyira hiányzik, akkor menjen vissza érte. Én már hónapok óta nem láttam. Nem kell ezt elsiratni. Nagyon jó el van ő ott. Minden nap jól berúl, aztán orkol egyet. Szeretném én az anyai örökségét a zsebemben tudni. Megvagyunk. Sikerült! Mégiscsak sikerült! Az anyja mindenik, maguk aztán jó felkészültek erre az új életre. Gyerünk tovább. Ugyan már, Lajoskám, lesz ebből még. Az maguk még nem látta a ködöt. Már megint elszabadultak a lovak a vágóhídról. Te kinek drukkolsz? Magamnak.
Nincs semmi baj. Magánál semmi nem változott. És maguknak? Minden a régiben. Hát azt hittem, hogy... Ne vagyjon két kevertet meg ennek a gyereknek egy decibel. Figyelj, ezt megiszod, utána átmész a pályához, és megmondod neki, hogy itt várom. Oké. Okay. Steiger volt. Hogy tudták ezt kifűteni azok a jó emberek? Mégis van valami? Holnap kéne az autó, ma éjjel meg itt akarunk aludni. De akkor előre kérem a pénzt. Nem. Legyen benne három bableves is. Csillökkel. Diktálni fogok. Tisztelt százados úr! Az örökké valóság éppen azért van örökké, mert semmilyen módon nem hasonlítható össze azzal, ami múlandó, változás alá vettetett. Átmeneti. Ám az az intenzitás, ahogy a fény befúrja magát a sötétségbe, csökkenni látszik. Folytonossági hiányok lépnek föl, szakadások. Lyukak. Végül a fekete semmi. Ugye megmondtam. Soha nem szabad feladni a reményt. Körben csillagok milliárdjai. Bízni kell, kérem, az utolsó leheletig. Elérhetetlen messzeségben. Mert mire jutottunk volna másképp? És középen Parányi szikra. Az én. Mondják meg, mire? Parányi szikra. Én el tudom képzelni. Tetteink éppen azért tudják az örökké valóságban, és csak ott elnyerni méltó jutalmukat vagy büntetésüket. Büntetésüket? Mert van egy a valóságon nagyon is kívül levő helye. Mindennek.
ahol tulajdonképpeni helyére kerül. Ahol mindig is volt. Ahol volt? Ahol mindig lenni fog. Ahol most is van. Az egyetlen igazi helyen. Látták a melléképületeket. Ha van vagy ő, lefogadom, hogy ott lesznek a különböző műhelyek. Műhelyek. Kiféle műhelyek? Csendesebben. Az uram már alszik. Csendhez van szokva. Ha jól van, na. Azért még beszélgetni lehet. Szerintem meg pont fordítva lesz. Azokat a melléképületeket kapjuk meg lakásnak. És itt lesznek a műhelyek. Nem hagyná abba végre. Így nem lehet pihenni. Ki volt az? Hagyjál békén. Senki nem akar jelentkezni. Kérem, én mindenben vannak. Csak maradjanak percsel. Figyeljenek ide. Ha mindenki összeszedi magát, én csak annyit mondok. Egy hónap. Ragyogó kilátásaink vannak a jövőre. Majd kiderül. Mit akar ezzel az egészen, Irimiás? Holnapra kiderül. Bízom benne, hogy nem álmából zavartam. Az álmomat nem zavarta meg, és nagyon remélem, hogy nem is fogja. Segítőtársaim. Petrina volnék. Horgos. Nagyon jó modorú fiatalember. Lehet belőle valaki. Nem kérne nekem valamit, ha már így kirángatott az ágyamból? Mit inna? Ne azt kérdezz, hogy mit innék, mert az itt úgy sincs. Kérjen egy deci szilvát. Sanyi. Fegyverkereskedő úr. Vadászfegyver. Tudja, nem vagyok a szakma megszállottja. Maradjunk inkább a pályerben. Pályer úr. Azért kértem, hogy ide fáradjon ilyen késő este, mert rövid időn belül nagy mennyiségű robbantószerre van szükségem. El fogok gondolkozni a dolgon. És képességeim szerint döntök. Én pedig nagyon remélem, hogy mindent elkövet a siker érdekében. Nézze, rajtam nem múlik a dolog. De azért mégis tudnom kell, hogy ezt a nagyszabású elképzelését már is meg tudja lendíteni úgynevezett indító lökéssel. Természetesen. Ön úriember, Irimiás úr, engedjen meg egy kérdést.
Ez az új, ami az ön nagyszabású elképzelése után mireánk vár. Nos hát... Ne tévesszen össze engem holmi népboldogítókkal. Úgy tekintsen rám, mint egy szomorú kutatóra, aki azt vizsgálja, hogy miért olyan borzalmas minden, mint amilyen. Velünk vacsorázik? Nem, köszönöm. Akkor jól értettem a részleteket, majd később. A hétvégén megkeresem. Nos hát, uraim. Jó pihenést. Nézze, utoljára 25 évvel ezelőtt aludtam. 5,5 órát egyfolytában. Azóta fél álomban forgolódom. De azért köszönöm. Halicsot egy üvegszemű, púpos ember kerüldözte. S hosszas kálvária után végül egy folyóba menekült. De helyzete egyre kilátástalanabb lett, mert akárhányszor felbukatta a víz alól, hogy levegőt vegyen, a kisemberke azonnal a fejére koppintott egy rettentő hosszobottal, s mindannyiszor rekedten azt kiáltotta neki, most megfizetsz. Az iskolaigazgató rábeszélt egy kopott töltönyös emberkét, hogy menjen vele, mert tud egy elhagyatott helyet. Az ráállt, mint aki nem tudna megmondani. Ő már alig bírt magával, és mire benyitottak egy elhagyatott parkba, még taszított is rajta egyet, hogy gyorsabban jönnek egy sűrű bozóttal övezett kőpadhoz. A kis emberkét felfektette rá, ő meg rávetette magát, belecsókolt a nyakába. De abban a pillanatban a sétányodira egy fehér köpenyes orvos közeledett. Ő szégyenkezve intett nekik, hogy már megy is tovább, és a kis szégyenkező emberkét kezdte el pocskondiázni, mert ekkor már borzasztóan undorodott tőle. Schmidt lába alatt megremegett a föld, mintha valami indulványon menne. Odajött egy fához, felmászott rá, de érezte, hogy az is süllyedni kezd. Feküdt az ágyon, megpróbálta lehúzni feleségéről a hálóinget, de az erre sikoltozni kezdett. Ő meg utána vetette magába, a hálóing elszakadt, és mint szembefordult vele, felkacagott. Hatalmas mellein a csecsbimbók olyanok voltak, mint egy-egy gyönyörű rózsa. Halicsné és Schmidtné hátát mosta. A kátszélére akasztott olvasó lassan, mint egy kígyó belecsúszott a vízbe. Schmidtné azt mondta, neki már elege volt, már ég a bőre a sok surolástól, de Halicsné visszamente a kádba, s folytatta a hátmosást, mert egyre jobban félt, hogy Schmidtné nincs megelégedve vele. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Kránerné valami zajt hallott odakintről. Meg a te nevet. De nem tudta eldönteni, mi lehet az. Jöjjön a te országod. Belebújt egy bekecsbe, és óvatosan elindult a gyilvász felé. Legyen meg a te akar. Már majdnem a köves útnál járt, amikor hirtelen rossz érzése támadt. S mint fent, a mennyben. Megfordult, látta, hogy házuk tetejét nyaldossa a láng. Ment a földön nekünk is. A gyújtós. Ékességet és kenyeret. Kint hagytam a gyújtóst. A hatalom. Jóságos Isten, kiáltotta rémülten, s visszarohant. Kráner ott ült az asztalnál, s mintha nem történt volna semmi, nyugodtan evett.
Jóska, elment az eszed, ég a ház. De Kráner meg sem mozd. Schmidtné madár volt. Boldogan repült a felhők tejében. Látta, hogy odalent valaki integet neki. Lejjebb ereszkedett, és akkor már hallotta Schmidt ordítozását. Miért nem főztél teli balmasz, azonnal gyere le. De ő átrepült felette, és azt csiripelte, majd holnap. Addig csak nem halsz éjjel. Érezte, hogy a hátát melegíti a nap, alacsonyabbra szállt. Szeretett volna egy bugarat megkapni. Futakinak egy vassal verték a vállát. Nem bírt mozdulni. Kötelekkel volt odakötözve egy fához. Megfeszült, és érezte, hogy a kötél enged. Megnézte a vállát, hosszú segnyit rajta. Elkapta a tekintetét, nem bírta elviselni. Egy markológépen ült. A lapát egy hatalmas gödröt ásott. Oda gyűjt egy ember, és azt mondta, siess, mert több benzint nem adok, ahogy is kéred. De hiába mélyítette a gödröt. Örökösen beomlott. Próbáltak újra, de hiába. Akkor sírt. A gépház ablakában ült, és nem tudta, mi van. Hajnalodik, vagy esteredik. És az egésznek nem akart sehogy sem vége lenni. Csak ült, és nem tudta, mi van. Kint nem változott semmi. Nem lett se reggel, se este. Csak egyfolytában hajnalodott, vagy alkonyodott. Nem értem én azt az irigyást. Ugyanolyan ember volt mindig, most meg mint valami úr. Egyszerűen nem lehet eligazodni rajta. Mit akar? Miket hordott ott össze? Még hogy megrodjan térdek, parancsoló segélykiáltások. Aztán meg hogy fenyegetőzött ott a gyerekkel? Úgy beszélt ott tegnap, hogy a végén még én is bedöltem neki. Minek keverte ott a szart? Ha tudta volna, hogy ugyanazt akarja, mint mi, akkor megmondtam volna neki, hogy ne strapálja magát. Az mégiscsak sok, hogy én lennék a bűnös. Még hogy nekem valami közöm lett volna ez a degenerálthoz. Már ha meghallottam a nevét, felforrt a vére. Mi az, hogy Estike? Hát név ez. Megevett egy csomó patkánymérget, és kész. Talán még jól is jött a szerencsétlennek. De mi közön van nekem az egészhez? Ide csalt minket erre a rontanyára. Mi meg, mint a birkák. Ő meg szépen elszelett. Ki tudja, melyik kocsmába iszel a pénzünket. Egy évi munkabérünk. És megint nincs egy rohadt fillérem sem. Na, és ha két perc múlva megjön, akkor mit fogsz itt összeordibálni? Te beszélsz? Te beszélsz? Még megmersz nyíkkandó? Állj meg már! Hát kinek köszönhetem én, hogy kiraboltak? Mi? Ki mondta azt, hogy rendben jönnek a dolgok? Ki mondta azt, hogy osszuk szét a pénzt? Hogy Irimiás és Petrina? No. Mi? Add vissza a pénzemet! Add vissza a pénzemet, te szemétláda, te rohadt geci! Add vissza a szemétverem a pofának! Add vissza! Várjuk ki azt a két percet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Na, ekkora lesz a pofája!
Na, lejárt már az a 2 perc. Emberek, micsoda dolog ez? Ez nem megoldás, gondolkodjanak... Kulcs! Tessék, jön már. Jön már a megváltód. Komolyan úgy gondolod, hogy én tehetek róla? Add vissza a pénzemet. Hallod? Add vissza a pénzemet! Egyszerűen nem hiszek a szememnek. Hogy képzelik ezt? Adjon békén! Magának meg mi köze hozzá? Miért ütél bele az órát? Menjen innen, amíg szépen vagyok. Mi történik itt? Azt kérdeztem, mi történik itt? Már azt hittük, hogy el sem jön. Mert hát azt mondta, hogy reggel 6-ra ide jön. A lelkem kiteszem magukért. 3 napja nem alszom. Órákat gyalogolok az esőben. Lotok, futok egyik hivatalból a másikba, hogy elhárítsam az akadályokat, és akkor maguk, mint a koszos malacok, ha késik a moslék. Magával menni? Eleredt az órom vére. Azt látom, de mitől? Hát, ezt igazán nem vártam volna magától. De maguktól se. És még a legelején tartunk. Mi lesz aztán? Megkéselik egymást? Szomorú. Nagyon szomorú. Most az egyszer még hajlandó vagyok maguknak elnézni ezt a dolgot azzal a feltétellel, hogy ilyesmi soha többé nem fordulhat elő, világos. Akkor térjünk a tárgyra. Fontos bejelenteni valam van. A majorral kapcsolatos terveinket bizonytalan időre el kell halasztanunk. Mert bizonyos körök nem vennék jó néven, ha efféle számukra homályos céllal bíró létesítmény születne itt. Különösen abban látnak kivetni valót, hogy mint megtudták, a major és a város közötti távolság, illetve ennek a kúriának a szinte megközelíthetetlen volta, számukra szinte minimálisra szorítja az ellenőrzés gyakorlásának lehetőségét. Ezért ebben a helyzetben a valamennyünket komolyan foglalkoztató terv végrehajtása érdekében az egyetlen járható út, ha ideig, óráig szétszóródunk a megyében. Egészen addig, míg már annyira össze nem zavarodnak ezek az urak, hogy nyugodtan visszatérhetünk ide és megkezdhetjük elképzelésünk kivitelezését. A maguk személye ettől a perctől fogva különleges jelentőséggel bír, mert egy olyan ügy kiválasztottjai, melyben a hűség, a buzgóság és a fokozott éberség egyenesen elkerülhetetlen. Célunk túlmutat önmagán. Szétszorozásunk csupán taktikai csel, mert ha egymással bizonyos ideig nem is, de velem folyamatos és élén kapcsolatban fognak maradni. És ne gondolják, hogy ez alatt az idő alatt tétlenül várjuk, hogy a dolgok csak úgy maguktól jobbra forduljanak. A maguk feladata környezetük figyelemmel kísérése lesz. Azoknak a véleményeknek, mendemondáknak, eseményeknek a szigorú számbavétele, melyek az ügy szempontjából feltétlen jelentőséggel bírnak. Valamennyiüknek el kell sajátítani azt a különleges képességet, amelynek segítségével külön tudják választani a kedvező és a kedvezőtlen jeleket. Magyarul a jót a rossztól. Na és miből fogunk megélni addig? Nyugalom, nyugalom. Minden meg van szervezve, minden elő van készítve. Valamennyiüknek munkája lesz, és a kezdeti időkben a legszükségesebbre elegendő összeggel fognak rendelkezni a közös tőkénkből. Azt tanácsolom, hogy további felesleges kérdezősködéssel ne húzzuk az időt, így is késésben vagyunk. Azonnal indulnunk kell, barátaim. Na, hakoljanak emberek, gyerünk, siessenek már. Fogják meg a szókmokjaikat, először a nagyobb dolgokat vigyék. Mozgás, gyerünk!
Na mi lesz már, Kramer? Maguknak is szóltam, nem hallja? Nem úgy van, az álljon meg a menet. Adja vissza a pénzt. Hallja. Adja vissza a pénzt. A pénzt? Úgy gondolja? Tessék, itt van a pénz. Boldoguljanak egyedül. Sok sikert kívánok. Ez egy évi munkánk. Jóska, ad vissza a pénzt. Nem. Osszák szét nyugodtan. Talán jobb ez így. Mindjárt az elején kiderül, hogy magukban nincs semmi kitartás. Ha rögtön az elején megtudom, hogy valójában kik a társaim, azt hiszem, Kránernő, hogy a maga férjének igaza van. Nem fogom tudni az elképzeléseimet valóra váltani magukkal. Nekem olyan emberekre van szükségem, akik legalább a saját érdekeiket képesek tekintetbe venni. Nekem most mennem kell. Várjon. És meg lesz a gazdaság? Azt nem tudom. De az ön számára ez már mellékes. Adod a pénzt. Á, nem úgy gondoltam. Vegye már el a pénzt. Tudja az eső, meg a tegnapi út, és nagyon fáztunk az éjjel. Ne haragudjon ránk. Itt nem rólam van szó, hanem az ügyről, amit maguk az első nehézségek láttán, mert az első napon elárultak. Márpedig ez az ügy bizalomra és kitartásra épül. Vegye már el a pénzt! Mi bízunk magában. Na, vegye már el. Nézzék, az ilyen cirkuszokra nekem se időm, se kedvem. Be kell valljam, hogy csalódtam magukban. Ez egyszer legutoljára úrrá leszek ezen a csalódáson. Csak egyet ígérhetek. Igyekszem minél előbb elfelejteni mindazt, ami itt történt. Úgy helyezkedjenek el, hogy még ezzel a szédítően gyors járgánnyal is legalább 2 óra az út. Kabátokat begombolni, csukják a talapokat a fejre, és nyugodtan fordítsanak hátat a reményteljes jövőnek, mert különben a pofájukba csap ez a rohadt eső. Halicsék, Kránerék fedelőzködjenek. Futaki, igazgató úr, maguk még maradjanak.
mi van, nem jönnek? Nincs itt valami kocsma? Ahogy adnánk valami? Nincs. Schmidték. Maguk elekre mennek. Erre a papírra felírtam mindent, hogy kit keressenek és hol. Ott lesz munka, szállás. És mi lesz a dolog? Ez egy hentes. Van ott munka bőven. Maga meg majd kiszolgál. Kránerék. Maguk keresztúron megkeresik Kalmár István, de jól jegyezzék meg, mert nincs felírva. A templom előtt van egy utca jobbra. Azon addig mennek, míg azt nem látják írva, hogy Női Szabó. Ott lakik Kalmár. Mondják meg neki, hogy Dönci küldte magukat, hát ha nem emlékszik az igazi nevemre. Hátul van egy mosókonyhája, ott fogja magukat elszállásolni. Megértettek? Meg, Dönci. Templom, és utána jobbra van egy utca, és ott meglátjuk, ki van írva. Pontosan. Maguk, halicsék, postelken elmennek az evangélikus parókiára. Keresik Givicsán Esperest. Givicsán. Ott van bőven misebor. Maga meg kitakarít a templomba, és megfőz hármójuknak. Addig a kezdeti nehézségek áthidalására itt van fejenként 1000 forint. De semmi pazarlás. Egy pillanatra se felejtkezenek meg arról, hogy mi a feladatuk. Megértettük, azt hiszem. Szeretnénk megköszönni magának azt a jót, amit értünk tett. Nem kell megköszönni. Én is csak egy nagy ügy szolgája vagyok. Tehát ne felejtkezzenek el a feladatról. Aztán vigyázzon magára, mert tudja, hogy aggódunk magáért. Magukra vigyázzanak. Figyeljen ide. Maga most felül. Letesszük a Strebernél. Egy óra múlva magáért megyünk, és ott megbeszéljük a továbbiakat. Rendben van? Jó. Fut aki. Velem ne törődjön, én tudom, hogy hova menjek. Éjjeli őrnek csak fölvesznek valahova. Magára máshol sokkal nagyobb szükség lenne. Mi van, magával most nem lehet beszélni?
Este 8-ra jöjjön el a Steigerwaldhoz, majd ott mindent tisztázunk. Na jól van, akkor legyen úgy, ahogy akarja. Itt van. 1000 forint. Legalább fizessen magának valahol egy ebédet. Ismertem. Mit képzelt ez? Itt van már az ígéret földje. Miben bízott ez a szerencsétlen? Bár tegnap többször is leszögeztem, nem tartom szerencsésnek ilyen jellegű információk írásba foglalását. Lássa hajlandóságomat, még természetesen ügy szeretetem cáfolhatatlan bizonyítéka képpen, az alábbiakban eleget teszek megbízásának. Jelentésetlen különös figyelembe vettem, hogy ön feltétel nélkül őszinteségre bíztatott. Már itt meg kell jegyeznem, hogy emberém alkalmasságához kétség sem férhet. Erről remélem, mert tegnap is sikerült meggyőznöm önt. Ezt azért tartom fontosnak ehelyett is megismételni, mert az alábbi hevenyészet vázlatból esetleg más következtetés vonhat le. Külön felhívom figyelmét. Ahhoz, hogy bázisom működőképes maradhasson, embereimmel kizárólag én fogom tartani a kapcsolatot, minden más teljes kudarcos, stb. Szerintem ez így maradhat. Jó, akkor ezt így hagyjuk. Mit nézd? Képen. Az ostoba nagy kicsi nőstény, melyet legyen az, hogy szellemileg éretlen, főként női mivoltát kidagorító személy. És az ócska kurva? Az lehet kétesírű nőszemű, félvilágú, vagy fesek asszony. Szerintem inkább érjük azt, hogy a testét adgány nélkül áróba kocságtól nő. Jó, képen. Képen? Itt már fűvel, fával, s ha mégsem, akkor az pusztán a véletlen műve lehet. Hát, mint a kérdő a házassági hűtlenség. Kész? Az olcsó kölni és valami pálott bűz együtteséből felszálló kísértetés trágyaszat helyett. Hát kellemetlen testszagát nem a hagyományos módon igyekszik enyhíteni. Ez most az olyan. Gránerné. Gépel, Gránerné. Itt a lepcseszájú plegykafészket cserél ki légből kapott hírek könnyelmű továbbítójára, jó? És a hízott koca helyett? Ez maradjon. Nem maradjon. Akkor legyen kövér. Elhízott. Jó rendben. A halicsném maradhat úgy, ahogy van. És a szesszel töltött ráncos kukac, apró termetű édes alkoholista. Tattogó ponyánca, mozdítatatlan tompaság, raptéblábolása. Szerintem a kukatnak kihagyhatjuk. Jó, kihagytuk.
Schmidt. Mit akar az jelenteni, hogy a primitív érzéketlenség kereszteződése a hideglevősen jelentéktelen ürességgel az irányíthatóan sötétség szakadékában? Csillapíthatóan ostobasság, artikulátlan panasz, a vigasztalan és sűrű sötétjére merve mozdulatlan aggodalom. Na, írjad azt, hogy csökkent értelmi képességei, az erővel szemben tanúsított meghunyászkodása, különös mód alkalmassá teszik a szóban forgó tevékenység, magas fokon történő teljesítésére. Iskolai igazgató. Úgy látszik, hogy már teljesen becsavarodott. Ezt hallgass meg. Ha egy vízbe ugrani készülő, az utolsó pillanatban még esetleg tanácsolom töprengene a kígdon. Ugorjon el, vagy ne. Azt javasolnám neki, gondoljon az iskola igazgatóra, és mindjárt tudni fogja, hogy csak egy lehetősége van az ugrás. Tovább. Termetre akár egy adott napszíta uborka, értelmi képességét nézve pedig nem ér föl még sülthessen, pedig az már szép teljesítmény. Írjuk be, hogy alkat a megviselt tehetség. Hogy én ez a kettő egymás meg? Ő írta úgy. Gyávaságát öntöménezéssel, üres gőggel, vérlázítóan korlátolt ostobasággal orvosolja. Hajlik az érzelmességre, az idétlen pátoszra, ahogy ez már az onánikus pofáknál lenni szokott. Akkor legyen az, hogy gyáva, érzelmes, beállítottság és nemileg éretlen. Jó, hát Kránernél? Tehát ott az a gond, hogy inkább egy lompos divaira emlékeztet a Tuskot. Hm? Erős testalkatú Kovács volt. Erős testalkatú Kovács volt? Kamanézésű, sötét tekintetű hajnál. Az egyetlen veszélyes figura a futaki, de nem komoly. Lázongása való hajlamánál ugyanis csak beszarissága nagyobb. Sokra vihetné, de képtelen megszabadulni magas rögeszvétől, engem szórakoztat, és biztos vagyok benne, hogy leginkább rá tudok majd számítani. Igen? Maradhat. Nem. Írjad azt, hogy veszélyes, de használható. Értelmileg a többiek fölött áll. Sánta. Kész? Ja. Akkor írd alá a nevét. Kirimiás. Odalent a kapu előtt kezet fogtak. Mivel mész? Busszal. Na akkor viszlát, mondta az első fogalmazó. Jó napunk volt, mi? Jegyezte meg a társa. Az, a fene essen bele. Még egyszer kezet ráztak, elváltak egymástól. És amikor hazaértek, mindkettőjüket ugyanaz a kérdés fogadta az előszobában. Nehéz napod volt, apukám? Mire ők fáradtan, a melegben megborzongva, mit is mondhattak volna mást, mint hogy semmi különös, csak a szokásos anyukám. Thank you.
házban töltött 13 nap alatt Kránerné nem pofátlankodott vissza. Minden úgy van, ahogy hagytam. Nem mer elővenni a házból egyikük sem. Nyilván az ágyban döglenek, horkolnak, vagy a mennyezetet vámulják, nem is sejtik, hogy ezzel a tétlen, mozdulatlan sággal szolgáltatják ki önmagukat annak, amitől rettegnek.
hallottam az égzengő harangszavát. A lélek haranga. Dude.